Sziasztok srácok, itt Lesi Jomász, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És úgy gondolom, az egy nagyon érdekes videó lesz, és ilyen hasonló még nem volt a csatornámon. És amúgy bocsánat, egy picit később töltöttem fel, mint szoktam általában a videót. Na de, nézzük is meg, hogy miről van szó. Tehát volt ez a CRL Challenge, ami ugye 20 winnel kezdődött, és ott kellett továbbjutni tulajdonképpen. És hát ez azért egy kicsit bonyolultabb volt. És a lényeg az, hogy Shepard továbbjutott egy nagyon-nagyon jó helyre, jó helyezést ért el jelenleg, és még jelenleg is zajlik a verseny, de írt róla egy kis írást, úgyhogy ezt most fel fogom olvasni, addig pedig a háttérbe fog menni az egyik replay tulajdonképpen, úgyhogy nézzük, mit írt Shepard először is magáról. Ő egy 16 éves srác, aki Tóth Marcellnek hívnak, és ő Szegeden él amúgy, a játékon kívüli hobbiai még bármilyen bármilyen sport, főleg a foci, de nagyon szeret a stratégiai játékokat, és legutóbb a 20-es challenge teljesítésével, természetesen 3 muskétással, kerültem be a selejtezőkre. Május 1-én kezdődött el a selejtező szakasz. Minden héten 2 selejtező volt, 1 selejtező 256 fős és svájci rendszerre működik, minden körben olyan ellenfelet kapsz, akinek ugyanolyan statisztikája van, mint neked. 8 kör volt, a top 4 jutott tovább. Felismertem, hogy ilyen szinten már nem az nyer, aki jobban játszik, hanem aki okosabban. Ezért minden meccs előtt hosszasan tanulmányoztam az ellenfelem játékstílusát, és lehető legjobb dekeket állítottam össze, hogy választottam ki ellene. Ez nem az én értesülésem, ez az övé, mert ezt ő vette fel teljesen. Na! Május 26-án kivételesen jól működött, szinte nem is volt rossz meccsapom. Az első 6 kört veletlenül vettem, de a 7-re megtört a nyerő szériám, úgyis kikaptam The Plus projekttől 2-0-ra. Tudtam, ha megint kikapok, nem érepülök Hollandiába. Nagyon izgultam. Az első meccset elvesztettem, kicsit később is estem, de a második meccsen már okosabban választottam deket, és sikerült nyernem, 1-1 volt az állás. Most következett a mindent eldöntő meccs, hát igen, vagy nyersz, vagy nem, mindent eldöntő meccs. Hosszas gondolkozás után maradtam a Levánál, ő Giant W Prince-et hozott, 2 spellel, nagyjából egál matchup volt, de egyértelműen jobban játszottam abban a meccsben, és egy 3-asással eldöntöttem a best of 3-at. Borzasztóan örültem, egyszer minden fáradtságot elszállt, és pedig már 4 órája játszottam, és 11 óra volt, este 11 óra, úgyhogy nagy gratuláció. Ezután már csak az adataim információim egyeztetése volt hátra az adminnal. Majd pedig tudnélik, fizetik a repülőt és a hotelt, meg a kaját Amsterdamban, Hollandiában. És ami most következik verseny, olyan lesz, ami még soha nem volt. Nagyjából 60-an jutottak be Európából, és olyan 12 embert fognak kiválasztani, akiket leszerződtetnek profi csapatokhoz, az alábbiakhoz. Netik, Misfits, SK Gaming, G2 eSports, Team Liquid, Team Kezo, 100 Thieves, vagy nem tudom, és Legends. És hát tulajdonképpen, ez mennyire szoros már ez a meccs, ami itt van, 500, és hú, szép volt Shepard, közben itt a háttérben elvert egy ellenfelet, gratulálok. Szóval, hogy leszerződhetik profi csapatokhoz, és ez annyit jelent, hogyha bejut a top 12-be ebből a 60 játékosból, szóval, hogyha őt válasszák ki, akkor ki kell hagyni a következő teljes évetben a sulit, és be kell költözni a csapatod gamer házába, és ilyen módon a csapattársakkal könnyebben tudsz gyakorolni, és 16 évvel alatt még magánoktatást is biztosítanak, és a verseny pénteken kezdődik, szurkoljatok. Ami fontos, hogy nem lesz online közvetítés, én nem értem az egészet, hogy miért nem oda mennek Hollandiába, és nem tudom, hogy hogyan fognak harcolni, de lényeg az, hogy nem lesz közvetítés. Én ezt nem értem, ezt az egész dolgot, hogy miért nincsen. Nagyon sajnálom, pedig élőben szurkoltam volna, aztán még ha ráértem volna, talán még live voltam volna és az egészet, mert ezért elég izgalmas meccs, és egy magyar játékos nagyon-nagyon sokáig eljutott. Úgyhogy gratulálok Shepard már annak is, hogy tényleg eddig eljutottál. Nagyon nagy érdem az országban egyetlenként, úgyhogy és további sok sikert kívánok neked tulajdonképpen, és akkor nézzük meg azokat a meccseket, amiket itt felvettél számomra. Sajnos hangja nincsen, de ez nem olyan nagy probléma. Ugye az első meccset már láttátok, egy nagyon közel 3 muskétás versus Lavalun meccs volt, és hát nézzük csak, hogy ez hogyan fog handle-li tulajdonképpen Shepard ezt a mérkőzést. Ez egy Pekka, hát Battlerem, Brit Spam, nem is tudom milyen deckel, és Shepard meg egy Giant Sparky deckel játszik, nagyon érdekes, nem? Giant Sparky,
Zebbétes deck, tulajdonképpen van Goblin Barrel is, meg minden. Talán Clash of Clans-nál láttam már ezt a decket, de a lényeg az, hogy nagyon beteg. És hát, ha jól láttam, akkor ezt a mérkőzést megvertett. Olyan 18 percnyi replay van körülbelül, ezt mind meg fogjuk nézni. És hogyha szeretnétek, srácok, írjátok le kommentekbe, akkor majd a hollandiai versenynek is a recapjét meg tudjátok majd nézni. Mármint, hogy meg tudjátok nézni a versenyen azokat a csatákat, amiket Shepard harcolt, ha tovább jut, ha nem. De én nem úgy bízok benne, szerintem nagyon jó játékos, de hát ugye nem tudni, hogy milyen többi játékos van ott, milyen profik, milyen emberek ellen fog harcolni. Lehet, hogy ő már tudja. Nem tudom, minden esetben azért ez elég, tehát már ez is elég király dolog, hogy eljutott ide, kiutazik Hollandiába ingyen, állják a szállást, állják a kaját, állnak mindent, a repjegyet, és hát ez nagyon-nagyon kemény dolog. Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon jól hangzik, és ez egy nagyon nagy kaland lehet Shepard számára. És most használtam a Poison-t az enemy, úgyhogy ha Zap elektrovizárdoznia kéne, de hát ugye nincs erre elég elixír, és eszméletlenül nagy pusztú vid be jelenleg Shepard, és nagyon kevés életem maradt, 4-20, és konkrétan ezzel a loggal ezzel ki tudja tisztítani már a maradék dolgokat. 336, az már Poison log range. Na, jöhet a Sparky. Poison, jó, boom. A Royal Ghost láthatatlan volt, és szegény nagyon bekapta a Sparkyt. Így, és 16 másodperc van hátra, itt már nincs szükség Giantre, mehet a Poison Goblin Barrel tulajdonképpen, minimális damage 200, pont nem sikerült semmi damage-elni amúgy, na mindegy. Szóval, hogy már nagyon keveset kell csak damage-elni, míg két log, vagy egy Poison, de ő valószínűleg a Poison fogja választani, az a biztos win, mint hogy Cycle. Kivéve most igen, a Goblin gengre kell egy logot használni, 36 élet mehet a Goblin Barrel, vagy Poison, most már igazából mindegy, az ami nem tud mit csinálni, és már nem is csinált semmit, feladta, nem volt semmi esélye tulajdonképpen, úgyhogy Shepard lehozta Perico ellen ezt. Amúgy az a vicces, hogy ugye nekem is tovább jutottak, és tulajdonképpen én is indulhattam volna ezen a selejtezőn, de nem tettem, mert elfelejtettem, meg nem tartottam. Tobi 99, Perico, aha, itt 1-0. Figyeljétek meg a deckeket, úristen, mik ezek a deckek. Jézusom. Na nézzük a Tobi 99 ellen ezt a Sparkis furcsaságot Shepardtől. Nem nagyon láttam még ezt a decket. Amúgy ő tovább jutott a playtest selejtezőre is, csak nem tudod részt venni, mert hát hogy is fogalmazzak. Hollandiában lesz, tehát hogy egy nagyobb versenyen lesz. Pénteken indul a verseny, úgyhogy tényleg szurkoljatok neki. Én nagyon remélem, hogy én egyetlen magyarként, hát ugye egyrészt képviseli az országunkat itt Európában, jelenleg itt a CRL-ben. És hát kíváncsi vagyok, hogy tovább jut a gamer házas témába, a e-sport csapatokhoz be fogják-e venni, mert azért ez nagyon nagy szám lenne tényleg. Ó, ez a Flying Machine, nem tudom, hogy élte túl amúgy tulajdonképpen. Ó, Rascals, szép. Érkezik a Sparky, jön a Giant, egy Graveyard Cycle deckje van az eleminek, és úristen, azt hittem, hogy él még. Aha, jött a Giant. Ice Golem megblokkolja a Sparky damage-et az enemy. Érkezik a Mega Minion, a Giant az nem ér oda a toronyhoz, Mega Minion nem öli meg a másik Mega Minion, mert ugye késő. És leakta egy Flying Machine, az viszont már megöli a Mega Minion, de ohó, mi volt az a Sparky? Viszont a torony leszette tulajdonképpen, viszont közben a Flying Machine az meg kitisztítja a Tombstone-t egyedül. És ebben még valószínűleg fogalma sincsen, hogy milyen deckkel megy. Nem lehet tudni sajnos, hogy melyik játékos melyik klánból van, mert ugye be kellett lépni közös klánba, és ott harcoltak meg egymással tulajdonképpen. Úgyhogy hát ezt nem lehet tudni. De Tobi 99, picit ismerősen hangzik a neve. Nem hiszem, hogy találkoztam vele, meg valami, de hogy ismerősen Chang tulajdonképpen. Na most jön a Graveyard pusha, igen, tudtam. És mit fog csinálni? Shepard. Hagyja. Úgy néz ki, hogy hagyja a dolgokat. Úgyhogy Giant sparkizik bal oldalon, és ezt a pusht egy loggal elintézte tulajdonképpen. Érkezik a Flying Machine is. És Defensive Poison az emlőmitől, egyetlen egy Skeletorra elment a Sparky, és Mega Minion, hát igen, be is húzta azt a másik tornyot, úgyhogy jól tette tulajdonképpen. A Sparky még utolsó pillanatában ellőtte egyet a Spear Goblinokra. Na vajon most az enemy agresszív lesz és nyom egy Graveyardot? Igen, agresszív lesz. Na most érkezik a Minion Horde Guards
nem, Minion Horde egyelőre csak. Mert ugye itt már két torony lövi tulajdonképpen, szóval nem lesz annyira vészesen durván sok damage. Érkezik a Flying Machine, enemy poisonozik, Mega Minion gondolom megy az enemy Mega Minionjére, igen, de hát ugye későn a Sparkles bele fog halni. The Giant már ott van a tornyon, ott vannak a Minionok, ott van a Guardian, amit berakott középre, és nagyon-nagyon gyorsan lemegy a tornyának az élete, és be is húzta tulajdonképpen ezt a winet. Giant Sparky, na, Big Face, figyelj csak, láttad már ezt a decket? Mert ő tudom, hogy jön a Spark is, valamiért kidobta, no battle event, lol. Igen, amúgy Shepard a Sandstorm próba van jelenleg, és őket képviseli, úgyhogy ne nézzük The Push Project elleni mérkőzéseket, Laffy volt az utolsó, úgy hármat is vesztett egymás után, ez nem hangzik. Igen, a The Push Project, ő mondta, hogy 2-0-ra elverte, és akkor ez a Laffy-vel volt az utolsó mérkőzés, hogy elvesztette az egyiket, aztán a másik kettőt megnyerte, és ott lehármazta a végén, és tovább jutott tulajdonképpen. Valószínűleg francia srác amúgy. Legalábbis. Jaj, álmos vagyok a nevéből. Itt élve. Amúgy jó, hogy iPad-en vetted fel Shepard, mert így könnyebben be tudom illeszteni ide tulajdonképpen. Valami azt mondom, hogy telon vetted fel, de ez itt tökéletes. És hát Giant, Rascal, Poison, nem tudjuk még az enemy deckét pontosan. Shepard pedig levalunozik, mint láthatjátok. Klasszikus verzió. Úgyhogy Rascals, jó, arra mehet majd a Fireball, valószínűleg jöhet a... nem, de a Balloon. Megy az enemy-től a Poison. Na igen, most megy a Fireball valószínűleg. Igen, mert a Mega Minion-t is eltalálja, boom, Rascals, Mega Minion-t megölik a levelpapok, meg a bomba, és egy csomót sikerült sebezni, ez tökéletes volt. Pack a control az enemy-nél. Hát a pack-át az nem túlságosan fogja tudni is hasznosítani. Ebben a meccsben tulajdonképpen ez a nem jövő, és Shepard levelunozik. Na, érkezik a Miner Tombstone-nal, és Tombstone-nal védi ki ezt a... meg Guards-al. Amikor ki tudta beérni Tombstone-nal is, csak akkor egy csomó damage-et beengedett volna. Úgyhogy kivéte ezt a pusht. 900 élet, az már nem túl sok, de azért még egy levelun pushra mindenféleképpen szükség van. Enemy valószínűleg rakja le a Goblin hatot. Shepard pedig igen, levelunozik. Mert hogy megint indít egy levelunk post, csak hogy az enemy most már a Goblin hátot jobban rakta le, tehát most már erre figyelnek a Goblinok a level 100-ra tulajdonképpen. Jöhet a Balloon, és gondolom most az enemy jobban meg fogja választani a Mega Minion placementet. Igen, most már azért jobban csinálja, Minionokkal defense-el Shepard. Itt most már a Balloonja nem fog elérni a toronyra, de azért a Goblin hátot meg a Mega Minion meg egy csomó mindent leszeret, és még így is egy jó pár a damage-et, hát 200-ot körülbelül a tornyában, ami azért annyira nem rossz. Persze nem ez volt a cél, de igazából még van egy perce arra, hogy nyerjen. Na megint Tombstone, Guards kicsit késő jött és rossz oldalra, na lerakta az enemy a pack-át, úgyhogy mehet a Level Hound hátulra. És utána jön a Balloon, logozott az enemy, 1000 élet, pont 1000 élet. Az se túl sok, tehát hogy eléggé szépen felzárkózott az enemy az első push után, de nézzük csak, hogy Shepard ezzel mit fog tudni kezdeni. Érkezik a Fireball, a Rascals meghalt, a kénytelen Guards-ot is elhasználni valószínűleg, igen. Balloon meghalt, érkezik a Log az enemy-től, a Mega Minion valószínűleg szétszedi. A Level Papok egy picit sebeznek a toronyba, Mega Minionje megöli az enemy Mega Minionjét, tökéletes. Viszont ugye damage-et nem túlságosan sikerült elérnie. Érkezik a következő Level Hound, Enemy pedig agresszívoskodott Pekkával. Na, és egy nagyon szép Poison az enemy-től. Látod, de hogy a Guards-ot így le lehet rakni kívülre tulajdonképpen. Úgyhogy ha ez a push életben fog maradni, Shepardnél és életben fog maradni, és 300 élete van a tornyának, akkor bizony ezt meg fogja nyerni ezt a mérkőzést, de ezt most nem tudom, hogy ez a vines meccs, vagy nem a vines meccs. Érkezik a Fireball a Zappies-re, visszahúzta a Balloon, de nagyon sok minden maradt, 300-270, és innentől már tuti, hogy megnyerte Shepard, ugyanis annyi pici dolga volt ott, hogy egyszerűen a torony nem tudta kivédeni. És a Miner ez már későn érkezett, ugyanis mindenki betargetelte tulajdonképpen a tornyát, tehát a Minionok is, meg a Lavapapok is. Úgyhogy ez nagyon-nagyon szép volt, és itt van az a mérkőzés, ami múlott ugye mindent, 1-1 volt az állás. Mondjuk ez a másik, ez is nagyon szoros volt, és itt ugye 3-1-re lehozta az ellenfelé vele mérkőzést, aki egy Giant Double Prince-el játszott.
Nézzük, csak nincs lava a kézben, ez ilyenkor mindig pekes, mert nem tud mit rakni tulajdonképpen. Mert ugye jó a Tombstone, ez nem olyan rossz kezdés a levelunknál, de azért a lava hound az jobb lett volna, érkezik a guard. Na és most mit fog rakni? Levelunk előre, érdekes. Érdekes, hogy a megaminyén leszed az enemy megaminyénjét, ez tök jó. Ez tök jó, ujj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 j
Rascals-szel készül az Aremi, nem, Electrowizard. Jó, nézzük csak, megy a Fireball. Nem, megy a Balloon. Zeppeli az Aremi. Vajon meghal a Electrowizard? Igen, meghal, és a Balloon ott van a torny, és az Aremi nem tud semmit rakni, úgyhogy elbúcsúzhat egy tornyától. És ugye itt fontos meg, itt volt a hármazás. Tehát valószínűleg ugye itt le fogja szedni az egyetlen tornyát, viszont a Balloon kettőt beledob a King Tower-jébe, ami azért hát valljuk be, nem olyan rossz. És még a bomba is felrobban. Tehát kevesebb élete van a szélső... Szóval... a King Tower-nek kevesebb élete van, mint a szélső Tower-nek, úgyhogy valószínűleg ugye háromra ment, meg ugye úgyis a balodat pusholja az enemy, és le akarja szedni ezt az 1000 életes tornyát. Valami megint ugyanazt fogja, mint csinál, mint az előbb, hogy lerakja a level houndot, igen. És hát lightosan defense-el tulajdonképpen. Így feladja a tornyát, minionokkal leszette a mega minion-t. Szóval van egy lava handja, meg egy minion pusha tulajdonképpen. És hát ugye ott a fireball is, ott a balloon is, érkezik a balloon, 1600-1500 élet. Úgyhogy mindjárt repül is a fireball. Igen, az Electrowizardra természetesen megy a zepp is gondolom, nem, de ment csak későn. És már csak 600 élete van az enemy King Tower-ének, ami nem túl sok. Valószínűleg be fogja egy giant-et rakni középre. Enemy? Nem, nem túl agresszív. Nem, nem akarja elagresszívoskodni a dolgot. És tudja, hogy elég nagy hátrányban van, és nem engedheti meg magának. Azért baloldalt pusol ő is, mert tudja, hogy azon az oldalt kell védekezni, de ugye a légi defense annyira durván nem jó. Tehát itt ez a probléma tulajdonképpen az enemy-nél. Úgyhogy megállt, hát nem sikerül megmenteni a sajnos, de guardzokkal kivédi a pushát az enemy-nek teljesen. A lava houndja pedig majdnem eléri a toronyhoz, és érkezik a balloon, már nincsen elektrovizárdja se, érkezik a fireball, abba az egyre a darab reszközre, és a balloonnak a dead damage-e, vagy nem, sőt a balloon beleüt, nem üt bele, most már csak egy darab fireballra van szükség, tulajdonképpen 95 HP, tudja Shepard is, hogy na itt ez már megvan, most már megnyugodhatok, most már megvan a meccs, 95 HP-t már nem annyira nehéz, úgyhogy repül is a fireball, és Shepard behúzta ezt a mérkőzést. Gratulálok, ez nagyon ügyes volt. És ezzel jutott, ezzel a mérkőzéssel tovább tulajdonképpen a CRL-nek a, hát ez a európai középdöntő, vagy nem tudom, hogy hívják ezt pontosan. Gratulálok, nagyon szép volt, ez nagyon nagy eredmény mindenféleképpen. Mindenféleképpen sok sikert kívánok neked a közeljövőben, a versenyen. Én szurkolni fogok neked. Hát sajnálom, hogy nem tudsz ott lenni a play-iten, de... remélem azért, hát azért ez sokkal nagyobb dolog, és remélem, hogy meg fog, hát tovább fogsz jutni a top 12-be a 60-ból, és ugye itt 60 olyan játékos van, akik mind ugyanúgy jutottak tovább, mint Shepard, szóval hát elég nehéz dolga lesz mindenféleképpen, de én szurkolok neki, és ha nem jut tovább, akkor se kell csüggednie, mert kirepült Hollandiába, ott volt, jól érezte magát, profi játékosokkal játszhatott, még profibakkal, mint eddig, és jól érezhette magát. Úgyhogy én szurkolok neked mindenféleképpen, és srácok, remélem, hogy tetszett a videó, ha szeretnétek folytatást majd Shepardnak a további kalandozásaiból Hollandiában, az ottani meccsekről, akkor ezt írjátok le kommentekbe, én ennyi lettem volna mára, remélem, hogy tetszett a videó, holnap találkozunk a következőben. Sziasztok! Let's get drunk!